sportosat. Híradónk mai vendége Bognár Erika, a BHSE utánpótlás Európa-bajnok birkózója. Mivel a birkózók nagyon helyesen vigyáznak itt a pandémia idején, a koronavírusos járványt elnek kapják, ezért természetesen telefonon beszélgetünk Bognár Erikával. Szervusz, üdvözöllek! Jó napot kívánok! Én is üdvözöllek! Na, kedves Erika, azt az információt kaptam Balogh Vilitől, a BHSE szakmai igazgatótól, hogy jövő egyik nagy reménysége vagy itt a hölgyeknél. Egyetértesz ezzel? Hát azon vagyok, hogy az legyek. Mindent megteszek érte, hogy jó birkózó legyek. Ez már csak két dolog miatt is érdekes, mert azért olyan nagyon, tehát a Budapesti Honvéd jelenleg ugye a kötött fogás az, ami viszi. És ott vannak a lányok, illetve ott van még majd talán egyszer a szabad fogás is, ha belendül. Tehát ugye ők először ugye a kötött fogású birkózókkal foglalkoztak, és foglalkoznak azóta is. De hát olyan sok tehetséges hölgy birkózó van, hogy kénytelenek előttük is kinyitni az ajtót. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy utánpótlás koruként Európa-bajnok vagy, van egy EB ezüstérmed, és van egy VB bronzérmed is. Tehát ha csak a száraz eredményeket nézzük, akkor is azt kell, hogy mondjuk, igaza van Balogh Vilmosnak veled kapcsolatban. De vajon te is így érzed ezt a szőnyegen, amikor birkózol, hogy azért te az elit mezőnyhöz tartozol? Hát úgy érzem, igen. Ha megvan, ugye a táborokban vagyunk, akkor minden jó. És jól fel tudok készülni a versenyekbe, fejben is ott vagyok, erőben, és akkor nagyon jó a verseny. Jól ki tudom hozni magamból a maximumot. Nemzetközi versenyeken van még olyan név, akitől tartasz? Vagy neked mindegy, hogy kit sorsolnak ki? Hát nincs olyan, hogy tartok valakitől. Ha fejnek a szőnyegre, akkor birkózok, a maximumot kell hozni. Akkor, de nincs mumusod, nem félsz senkitől akkor? Mindegy, hogy kivel kell birkóznod? Hát megvannak persze jobb birkózók, de ugyanúgy birkózok, mint hogyha bárki ellen igazából. Van olyan skalp, amit meg akarsz szerezni? Hát így a jövőbeli álmok versenyekről? Nem, most akik úgy jelen pillanatban a nemzetközi szinten a te korosztályodban vannak, és úgy érzed, hogy ők még előtted vannak, és jó lenne őket is megverni. Tehát külföldi hát versenyzőkre gondolok itt, nem magyarra. Ja, hát úgy nincs igazából. Aha. Én most nagyon rájuk feküdök, most ezt kell, vagy mit csinálja az velük. Erika, hogy lesz egy hölgyből birkózó? Mi viszi őt a birkózó szőnyegre? Hát nekem édesapám, meg a bátyám is birkózott, és ezáltal jött ez a birkózás nekem, de mellette judóztam is. Aha. Édesapád vagy a testvéred eredményeket ért el? Ők nem. Nem. De ennek ellenére vonzott téged is a birkózás. Mi miatt ment, mi volt ebbe a vonzó egy hölgy számára? Hiszen ez egy küzdősport. Hát ezt sokan megkérdezik, de igazából nem tudok nagyon válaszolni, mert szeretek edzeni, meg a közeg, így az egész, így nem csak arra szól, hogy is megtépjük egymást. Aha. De szeretsz is küzdeni? Szeretek, szeretem maga a sportot, birkózást. Hány évesen kezdted el végül is? Én 9 évesen kezdtem. Hány évesen? 9 évesen. 9 évesen. És egyszer se volt úgy, hogy azt mondtad magadban, hogy rosszul döntöttél és abba hagyod? Más sportágat keresel? Hát voltak olyan pillanatok, amikor nem úgy ment az edzés vagy a verseny, de így gyorsan elsegettem magam elől ezt a gondolatot. Egy hét, egy nap,
Vagy azért nem volt annyira komoly ez, hogy most abba hagyod? Nem volt olyan komoly, illetve. Tehát nem kellett senkinek sem elbeszélgetni veled, hogy maradjál itt Erika a birkózó szőnyegen? Nem, nem, nem volt. Tényleg a tesóddal szoktál birkózni? Nem. Ő 28 éves, már költözött. Aha. Nem. Tehát akkor soha nem is birkózni. Te úgy hobbiból, hogy otthon se egymást nem estetek neki soha. Hát kicsiként ő. Vagyis hát birkóztunk, de nagyon kicsiként. Aha. Értem. Szóval akkor elkezdtél birkózgatni, és mikor jöttek az eredmények? Mikor érzed úgy, hogy végül is tényleg jó helyen vagy itt? 2016-ban Kadett Európa bajnokságon ezüstérmet szereztem, és ott éreztem, hogy... Akkor hány éves voltál? 16. Tehát 16 évesen érezted először úgy, hogy akkor neked itt a helyed, és itt van jövőd, ugye? Igen. Tényleg, például a Sastin Marian mennyire határozta meg az, hogy te birkózó legyél? Az ő eredményei mennyire befolyásoltak téged? Én a Marianra nagyon felnézek. Ugye ő a magyar női birkózás nagy királynője? Hát igen. Milyen volt vele először találkozni? Nem is emlékszem, mikor. Szerintem, amikor ide felkerültem, akkor és hát a Kecskemétre mentünk edzőtáborokba, és ott találkoztam elsőnek. Uh-huh. Volt, hogy együtt is birkóztunk, mindig segített. Hol kezdted egyébként a birkózást? Melyik klubban? Hát esetleg itt Kiskörösön. Aha. Aztán felkerültem Kecskemétre, ott jártam szakközépsuliba, és utána mentem fel Budapestre. Jársz itt is iskolába? Ott nem. Én a Szegedi Tudományi Egyetemre járok. Milyen szakra, ha nem titok? Rekreációszervezés, sport és rekreációszervezés. Tehát akkor minden áron a sportban fogsz élni. Először most a szőnyegen, utána meg a szőnyeg kívül, ugye? Tehát csak a sport az a te közeged. Hát most ez vesz engem így körül. Hány éves vagy most? 20 éves, ugye? Ha jól tudom. Igen. A párizsi olimpia, az mennyire lebeghet a szemed előtt, mint célkitűzés? Hát lebeg egy álmom kijutni egy olimpiára, de az még sok munka áll előttem. Ugye, ha minden igaz, akkor az 2024-ben lesz Párizsban, akkor már olyan 23-24 éves leszel. Hogy érzed, akkor már úgy illene, vagy még ráérsz később kijutni egy olimpiára? Hát az még nagyon nagy jövő. Nem tudom, hogy alakulnak majd a dolgok, de remélem, hogy jó lesz minden. Mert gondolom, itt a budapesti honvéd birkózó szakosztályánál itt hosszú távon tervezel, tehát már innen nem akarsz máshova elmenni. Így van, így van. Tényleg, ti hölgyek, ti is ugye beállhattok a hivatásos vagy a katonák közé. Nálatok ez mennyire perspektíva? Nálad például mennyire perspektíva a katonai pálya? Nálam nagyon, ez már a nagypapám is katona volt, mindig mesélt így a katonai életről, és nem volt úgy idegen, hogy most én is katona legyek. Aha. Te most az vagy? Igen. Na, őrmester? Szakaszvezető. Szakaszvezető. Na tessék. És milyen a egyenruha? Mert időnként azért föl kell vennetek az egyenruhát, időnként azért mozogni kell benne. Voltatok kiképzésen is. Milyen volt? Én most szeptemberbe kerültem be a sportszázadba, de előtte voltak ilyen önkéntes kiképzések. Uh-huh. Hát erősek voltak, fárasztóak a kiképzések.
És milyen volt katonaruhába lenni egy hölgynek? Jó volt? Nem zavart? Nem volt furcsa? Nem mosolyogtad meg magad? De hogy nem. Ura volt elsőnek felvenni. Uh-huh. De aztán jó volt. Aztán, igen. Melyik a keményebb, a kiképzés, vagy a honvéd edzésén, vagy a válogatott birkózó edzésén részt venni? Hol hagyják meg jobban az embert? Hát mindkettő kemény volt, de inkább egy válogatott edzés, az keményebb. A válogatottnál, most itt a felnőttekre gondolok, ki vagy kik a nagy vetélytársaid? Kiket kell majd kiszorítanod a felnőtteknél? Az én súlycsoportomban? Igen. Felnőtteknél? Igen. Hát ott a Európa bajnok Borka Emese. Éppen 7 kilóban. Én is annyiban szeretnék válogatott lenni majd. Uh-huh. De elsősorban az U23-as, amin fel kell készülni. A U23-as Európa bajnokságra egyértelmű, hogy te mész, vagy vannak itthon vetélytársaid? Tehát nem egészen egyértelmű, hogy te fogsz menni. Meg kell érte küzdeni? Hát biztos meg kell érte küzdeni, de szerintem sikerülni fog. Te akkor úgy érzed, hogy itthon a U23-as kategóriában nem állhatják a utadat? Hát 57 kilóban, igen. Na. Mi az erősséged egyébként? Kitartó vagyok edzéseken, jó az állóképességem. Jól tudok uh-huh. figyelni kint a, mondjuk, hogy a verseny, akkor az edzőre. Uh-huh. És amúgy a szőnyegen mi az erősséged? Támadsz, védekezel kiválóan? Miben vagy jó? Hát én általában távolból szoktam birkózni. Hogyan? Távolságból. Aha. Akkor nem engeded, hogy megfogjon? Hát de nem fog fogni, csak inkább távolságból szeretek birkózni, de amikor lehet ott a helyzet, akkor megindulok. Meglátod, hogy hol sebezhető, és akkor beindulsz akkor. Hát igen. Sok dobásod van egyébként? Sokat szoktál dobni versenyen? Nem, én inkább lábra szoktam menni. Egy lábra, párosra. Aha. Akkor az a kedvenced? Lábra menés? Igen, igen. De hát előbb-utóbb erre rájönnek majd, és akkor kivédik. Vagy ezt nem lehet? Ha jól csinálod, akkor nem lehet kivédeni? De ki lehet, persze. És mi a gyengéd? Miben kéne most még fejlődnöd? Hogy érzed? Technikailag még fejlődnöm kell sokat, meg erőben nagyon. Nagyon sokat kell még erősítenem. De hát azt gondolom, az edzőid látják, tehát gyúrnak téged, adják a feladatokat. Igen, így van. Izomlázad mikor volt? Mindig. Minden edzésen, egy erősebb edzés után. Idén lesz még nektek keretedzés? Válogatott keretedzés? Szerintem nem lesznek. A válogatottban szoktunk edzeni, de úgy különi keret, egy komplett nagy edzés, úgy szerintem nem lesz több a vírus helyzet miatt. Aha. Akkor majd jövőre minden. És minden 2021-re akkor össze fog nektek itt zsúfolódni. Készülsz már erre? Mert 2021 nagy menetelés lesz, hogyha minden igaz, tehát hogyha véget ér jövőre a pandémia. Hát mi most is ugyanúgy edzünk, akkor is edzeni fogunk, igazából készülünk. Nem tudom, hogy meddig fog tartani ez a járványhelyzet. A judósok panaszkodtak, ugye most volt a Cselgáncs Európa-bajnokság, a Karakas Hédi Európa-bajnok lett, aztán kész vége, többére nem született, és ők arra fogták, hogy elmaradtak a nemzetközi edzőtáborok, és emiatt voltak gyengébb formában, mármint a magyar judósok.
nálatok is ugye most ugye elmaradtak a külföldi edzőtáborok. Mennyire hiányoznak, mennyire jók nektek, lányoknak? Hát nekem már nagyon hiányoznak a külföldi edzőpartnerek, más impulzus kapunk az edzéseken. Mi már mindig együtt vagyunk a magyarokkal, már... Unalmas. Nem unalmas, csak hogy már más egy külföldi, akit mondjuk nem ismerünk. Egyébként az edzőtáborokat hogy bírod? Bezártságokat? Tehát mikor elmentek akár itthon, akár külföldre, hosszabb időre? Hát idén nem voltunk külföldön edzőtáborban sajnos, igen, de igen, igen. Most nyáron voltak edzőtáborok. De úgy általában, hogy bírod? Jól szoktam bírni, szeretem az edzőtáborokat. Hmm. Sokat tudunk fejlődni benne. És egyébként mit csinálsz edzőtáborban, amikor úgymond a szabadidős foglalkozás van? Olvasol, játszol, beszélgetsz a többiekkel, focizol, pingpongozol. Mit szoktál hát csinálni? Össze szoktunk ülni a lányokkal, mondjuk kártyázni, filmezünk egyet. És egyébként otthon mit csinálsz, mikor ráérsz és van szabadidőd? Van, van? Igyekszek pihenni hétvégén, de van, hogy apával szoktunk menni, a jó időben horgászni. Horgászni? Már te is? Volt. A birkózóknál ez egy kötelező elvárás, hogy aki birkózó és válogatott birkózó, annak horgásznia kell? Ez nem tudom, én már kiskorom óta szeretek. Jó, persze, ez csak egy költői kérdés volt. Csak furcsa, hogy majdnem minden birkózó horgászik. Más egyéb hobbi, kutyasétáltatás, lovaglás? Hát úgy nincsen különösebb. Aha. És más sportágokat nézni szeretsz? Vagy csak a birkózás, és semmi más? Hát inkább a birkózás. Kész, ennyi? Más sport nem is érdekel? De érdekel, de úgy nem követem úgy nagyon őket. Aha, akkor csak a birkózás. Hát jó. Szoktál nézni, esetleg újonnakat is csinálsz, hogy számítógépen, interneten ellenfeleidet nézegeted, korábbi meccseit elemezgeted? Hát van, hogy verseny előtt szoktunk ilyen videókat nézegetni. Ezek mennyire jönnek be neked? Mennyire tudsz ezekből táplálkozni a versenyeken? Hogy szűrted le magadba? Hát mondjuk, hogy megnézem, hogy az adott versenyző mondjuk mit csinál jobban inkább, hogy összekapaszkodik, hogy távolabb van, hogy mire számít, csak úgy nagyobb vonalakban. Aha, na és azt is szoktad visszakapni? Hát nem mindig igazából, de úgy néha. Aha. Mikor küzdesz, mennyire tudsz figyelni az edződnek a hangjára, szavára? Mennyire hallod, hogy mit mond? Ki szoktam hallani rendesen, hogy mik az instrukciók, hogy miket csináljak. Nem vagy lámpalázas? Nem. Mint a szőnyegen? Igen. Nem. Nem is voltál soha? Mindig hideg fejjel koncentráltál a mérkőzésekre? Hát a verseny, hogy a ellenfélre koncentráltam igazából, hogy nem a külső körülmények, úgymond nem. Aha. Nem érdekel, hát próbáltam mert... kizárni inkább. Uh-huh. Mert ugye sok küzdő sportban nagyon sok a férfiak is, fiúk is a pályafutásuk elén lámpalázasak, izgulnak, félnek. Ja, hát izgulok persze. Vagy amikor a szőnyegen állok, onnan már megszűnik minden igazából. Kabalád? Van kabalád, vagy? Kabalám nincsen úgy. Kimondott. Régen volt egy ilyen törölköző, amivel szoktak legyezni, de sajnos elvesztettem, szóval már azóta nincsen. Elvesztetted? Hát elhagytam, hogy nem tudom, hogy sikerült. Edzésen vagy meccsen, ki tudja? Versenyen. Versenyen. Mikor volt utoljára versenyed? Talán évelején, februárban. Jó régen volt. Jó régen, igen.
de most már lassan vége. És újra lehet versenyezni. Itt a hosszú leállás alatt nem fordult meg a fejedben, hogy kész vége, abba hagyod, és akkor inkább csak a tanulásnak élsz? Nem, egyáltalán nem. Akkor is ugyanúgy edzettem, amit tudtam, de ilyen nem fordult meg a fejemben, hogy most én abba hagyjam. Na most őszintén, csak hogy négy szem közt, azt mondod, edzettél. Valóban úgy edzettél, ahogy kellett, vagy csak edzettél? Hát rendesen edzettem, de birkózni nem tudtunk sajnos. Igen. Erősítettem, futottam, ezeket tudtam csak. Uh-huh. De most már bízunk benne, hogy lassan túl lesztek ezen a csúnya helyzeten, és akkor újra lehet. Van egyébként példaképed? Hogy kimondott példaképem, nincs. Nincs. Majd te leszel a fiataloknak, ugye? Remélem. Egyébként gondolom neked is az a célod, ahogy jól vettem ki, hogy olimpián el akarsz indulni. Éremben mersz valamit gondolni, így tervezni így előre, hogy szerinted mire lehetsz jó, vagy azt mondod, hogy már ha olimpián ott lehetek, akkor az már jó? Hát ez már egy nagy álmom, de persze érmet is szeretnék. Meg egy felnőtt világversenyről is érmet. De most még fiatal vagy, úgyhogy most tulajdonképpen még abban a helyzetben vagy, hogy még mindegyik álmod megvalósulhat. Így van? Igen. Na, szuper. Akkor már csak ennek kell élni, szentelni a napjaidat akkor. De gondolom, ebben mindenki segít, család. Otthon laksz szüleiddel? Igen, szüleimmel lakom, viszont. Fogyasztás hogy bírod? Mennyit kell fogyasztanod egy-egy versenyre? Hát a súlyom ilyen 60 körül szokott lenni. Nem sokat. Aha, az jó. 3 kilót. Aha, tehát akkor nem szoktál hisztizni, amikor fogyasztasz. Nem vagy hisztis. Nem szoktam. Az utolsó napokban már, hogy előfordul, aki jóval többet fogyaszt. De akkor neked jó a súlyod akkor. Igen. Na, te erre kell akkor vigyázni. Hát jó van, Erika, hát köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Egy biztos, az utánpótlásban elérte érmeid valóban azt jelzik, hogy a felnőttek között is lehet szép és fényes jövőd. Ehhez kívánok neked sok sikert és kitartást. Köszönöm szépen, a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm, viszont hallásra. További sportosat.